Üdvözöljük kedves nézőinket a Kifrűzte soron következő műsorán. Most egy régi-régi kérelmet, vagy kérést fogunk megvalósítani. Lapcsánkát. Mutassuk már meg, mi az, hogy lapcsánka. Hát megmutatjuk, mi az, hogy lapcsánka. Milyen a mi lapcsánkát, milyen? Mi lapcsánkánk milyen? Meg fogom mutatni, csak nem azt. Ez is lapcsánka lesz. De hasonló lesz. Csak ez egy lapcsánka palacsinta lesz. A másik lapcsánkáról pedig majd beszélünk személyesen. Nagyon sokan kérdezik, hogy miért ezenre szelem, miért azt teszem bele, miért ennyi olajba sütöm, és miért így sütöm. És miért? És sok miért kérdés. Hát most akkor én elkészítem ennek a hajszálvékony változatát. Én meg néztek egy ragut bele. Csirkés töltelékkel lesz elkészítve. Mindig mondjuk, hogy a nagy lyukú reszeljük a lapcsánkát. Mi erre gondolunk? Erre az oldalára, az alma reszelőre esetleg, aki nem ismeri. De most én a legfinomabban fogom reszelni a fokhagymát is, és a burgonyát is. Következő jó kérdés, amit el szokott hangzani, hogy teszünk-e bele tejet, tejfölt, cukrot, vagy valamit, amit esetleg piros lesz. Most bármit bele lehet tenni a cukor kivételével. Se a tejföl, se a tej nem fogja elrontani. Hát ez az ízlések is pofonok. Sőt, ha teszünk hozzá más zöldségfélét, még az sem, akár a sárgarépa, akár egy tök, egy cukkini, egy karalábé. Ez mind csak javít rajta, de akkor már igazán nem lapcsánkáról beszélünk, vagy jelzőként kitesszük elé, hogy ez egy sárgarépa lapcsánka, vagy egy ropogós. Ugyanaz nem fogom lereszelni, úgyhogy csak szép, nyugodtan, látod? Így nyugodtan. Milyen lisztet használunk hozzá? Mi is ugyanúgy a boltban, üzletekben vásárolunk. Tehát semmiféle különleges lisztet, különleges dolgot nem teszünk bele. Csak természetesen, ahogy mi is tanultuk, illetve láttuk. Olvasnál voltál már? Olvasnál voltam, igen. Szóposásod van. Azt mondta, hogy hagyjam abba. Elkészítjük az egészséges életmódot. Elkészítjük a ragút lapcsánkába. Egy ilyen zöldséges, csirkémeles ragú lesz lapcsánk. Ez a lapcsánk önmagában egy nagyon finom étel, de csak akkor van hozzá egy kis hús. Én ezt tartom. És a csirkémet készítünk. De te a sertéshús szereted, akkor miért csirkét teszünk be? Fogyókurázom azért. Ez volt a hűtőbe, igaz? Igen. Szóval csirke, paradicsom. Egy kis nakorsborsó, gomba, hagyma. Amit nézünk, zellerszár, amit látunk itt a kínáló tálunkba. Minden bele fogjuk rakni. És az egészet kicsit egészen összefogatjuk, hogy legyen egy kis tartalmas zaftja az ételnek. Hagyma, jégben? Most már nem. Ott most, vagy mellette. Egyszer csak egy jól figyelsz, minden járnyom. Most már nem. Te is száraz kenyert tettél? Az jó, az már kész van, ahogy szokták mondani. Szóval most ilyen krémesre. Kihagytam a sót. Fú, nagy hiba. Azért rég, látod? Azért rég. Á, kis teletlenked a só. Egy kis só bele. Nem mondta csak a só, nem mondta csak a sózom. Szépen lereszeltem. A következő. Minden ült a van. Ha most így reszelem jobb, vagy ha így reszelem jobb? Hogy gyorsabb úgy készít, légy szíves. Gyorsabb úgy szokott lenni, hogy befapcsolom a nagy konyhagépet, és akkor... Meg is lepődtem, hogy itt akkor a lapcsánkát összeért. Az élve nem csinálta, hogy higgyék ennek, kedves nézők, az élve nem csinálta így még. Ott van a robotgép, a turmixgéppel. Kedvence a turmixgép, meg a robotgép. Kicsit nehezebb is, mint... Meg is, hogy valami dolgozik, meg is, hogy valami. Nem vagyok én megtalálva. Látod, ezért jó fekete alapon fehérben dolgozni. Szép pöttyös leszek. Már ennyi ponton már mernék főiskolára is. Több mint hét, nem? Vagy kadicának. Több, amit a kadicának. Vagy kadicának is mehetnél. Kadicának is mehetnék, sőt, bűnösbogárnak is mehetnék. Annak is több, amit hét. És ez a bambuszos fakanál, ez mennyi idő alatt fog elkészülni, drága uram? Tudtam, hogy elfelejtek.
Erre most nem mondunk semmit. Ezt nem csak nyáron érdemes elkészíteni, télen is. Jó van ma. Jó van már. Igen. Ezt majd odaadom valakinek, aki nagyon jól tud mosogatni. Beleütöm a 2 darab tojást. Egy kis petrezselyemző. Kevés liszt. Töröljem meg a kezem egy gyorsan. Kevés olaj. Hogy miért teszek bele olajat? Azért, mert sokkal-sokkal vékonyabbra kell sütnöm, mint az eredeti vastagság. Tehát ez tényleg palacsinta vékonyságúra lesz. Hopp, valaki elfőzte a sót. Az a bors. A bors, az tessék, abból van bősége. Kész köszönjük. Vagyok? Egy pár másodperc, igen. Tessék, alább dolgozok, jó? És egész egyszerűen összeállítom. És hogy mitől lesz ez tényleg palacsinta jellegű, ez mindjárt ki is fog derülni. Ez egy... Én mindjárt kész vagyok, nem azért mondom, hogy dicsekedjük. Ilyen kellemes kis massza, és akkor most jön bele a tejszín. Ej, nekem is kell, hagyja! Hagytam. Azt nem mondtad, hogy mennyi kell, de én hagytam nekem. Ezért teszem egy kis paprikát a ragomba most már azért is. Egy kis csípős paprikát, csak hogy legyen benne. Hol a fél? Volt egy fél is. Mit keresel? Fél? Nem fél itt senki, és tessék. Hű, de jó lesz. Elkészült a massza. Azért csak megkóstolnánk, mielőtt elkezdjük sütni. Segítek, jó? Kell bele még valami? Tegyél bele, húzom bele. Ez kellemes. És nem sótlan. Sajtalan? Nem sajtalan. Nem sótlan. És akkor kell nekem az a kanál. Köszönjük szépen. És akkor a kazán kapcsoljuk be rendesen, úgy bizony. Ezt a kancsót és a lisztet elveszem. És tejszínnel összeforraljuk. És akkor a lapcsánka palacsinta tészta. Szépen. Beletesszük és elhúzzuk szép vékonyra. Hogy fogod megfojtani? Hoztam arra a szélszámot hozzá? Fogom neki mondani, hogy hopp! És meg fog fordulni. Nekem mondd, én nem adok. Szép vékonyra elhúztam. Maximum tudok neked adni. Nem kell, ez meg fog szépen tudni fordulni, tehát... Hát, ha beleragad. Mert legszebb öröm a kárban, abban nincs legalább irítség. Így van. Nekem nincs más dolgom, mint elkészítsem ezt a kis palacsintatésztát. 5-6-7-et. Minden fogod kirakni? Segítsek? Hát én ki tudom tenni a vágódeszkára is. Úgy igazán nem gusztusos. Nem, most már csak arra állunk, hogy az étel elkészül. De még mindig nem mondtuk el a lapcsánkánkat. Szóval reszelt krumpli, tojás, liszt, só, fokhagyma, bors. Olaj. Olaj. És egy picit tejföl, vagy ki mit szeretne beletenni. Szépen összekeverjük, ezt szoktuk megsütni. És akkor nem kell csinálni vele semmit. Ez így szépen megfordul. Megfordul mint a horgász. Kettőt dobbant és dobja fel. Szép nagy tányérunk, lesz tálalni?
Annyira nem nagyon, de lesz, igen, mögötted van. De hogy öttem mögött. Az aragú... Nem kérdezem, hogy van-e benne só, mert biztos, de meg kell ezt kóstolni. Nem tudom megkóstolni, nincsen kanalkám. Elkészítve? Kanalkám, tessék, nekem van, de nem adom oda. Mm. Só. Só. Bors, meg még csípős. Nem, már csípős. Van, mert nem üresen csípős már. Só, az kell bele. Bors. Hát az... Az még egy pár részt ki fog bírni az a bors készlet, ami abban a sót, azt viszont most már tölteni kell lesz. És kezdődik a következő. Hogy csináltad? Ilyen. Nem is sós, nem is nagyon csíp. A kicsit. Kettő darab úgy is elég, megfordítom. És akkor ebbe fogjuk elhelyezni a kis tölteléket, csak megvárom, még jó besűrűsödik ténylegesen. De van. Na hát azért még egy picit hagy pötyögjön. És ez megint el fog indulni. Ha nem akarja az igazságot, akkor egy kicsit rá kell segíteni. Hogy szeretnénk, batyuba, vagy simán? Én nem, úgy szeretném, hogy megfordulna megint egy a lapcsánka palacsinta. Szerencséje volt, higgyék, nem ért hozzá, hogy szerencséje van. Malacca van. Kettő a hűtőbe, jó behűtve. Csak hogy legyen látszatja, ellopnám ezt a szép nagyot. Ez egy igazi magyaros adag lesz. Kicsit várunk vele, hogy hűljön. Picit elfülünk van. Van, de nem adok. Nincsen drága. Nincsen drága? Miért lenne? Akkor az atya mögöttség, az atya mögöttség, az atya mögöttség, az atyával, igaz? Ez kis pejtet mellé. Ezt elzártuk. B.A. elzárva, így van. Ismét. Neki benne szólt, és nekem szólt benne hagynom. Tessék parancsolni. Na most erre szórhatsz zsebzsenyicát, mártást, de akár tehetünk rá tejfölt. Abból a szószból nyugodtan lehet hozzárakni. Petezselyem zöldet is. Azt adok hozzá neked, nézd csak. Csipős tehetek rá? Ó, hát ez nagyon... Hiányzik már hozzá a csípős. Nézd. Amúgy sem szeretjük a csípős. Kedves nézőink, elkészült a mai ételünk. Mindenki jót kívánunk hozzá. A mai ételünk, ami nem más, mint a csirkehúsos, zöldséges, tejszínes, lapcsánkába burkolva. Lapcsánkába töltve, burkolva, rakva, téve. Szóval elkészül. Jó étvágyat. Csókolom. Viszontlátásra.